egy 8 négyzetméteres mini lakás, ami a saját lakásunk része. Amikor néhány éve megvettük, akkor pont olyan céllal vettük meg, hogy majd, hogyha az a rész elég lesz nekünk az ott élésre, akkor ezt a részt megcsináljuk egy kis mini lakássá. És végül ez lett az eredmény. Ez itt a fürdőszoba, ez a zuhanyzó, ez egy infrapaneles törülközőszárító, mosdó, WC, 80 literes villanyboiler, és kicsi tárolók, harmonika ajtó választja el a nagyobb résztől. Elérkeztünk a konyhához. Hát az se túl nagy, de azért egész használható arra néhány nap itt lakásra, amire terveztük. Most térjünk át a nappalira. Ez itt egy két személyes kanapéágy, amit ki lehet nyitni. És itt a másik oldalon pedig az étkezőt találjuk. Ez egy lehajtható asztallabulár és két falra akasztott székből, és ez az egész így foglal körülbelül 13 centit a falon. A világ bármelyik feléről jöhetnek ide utazók, mert jelenleg Airbnb-n adjuk ki a lakást. Na, akkor most nézzük meg, hogy mit szül a mostani piaci igény, milyen lakástípusokat. Íme egy 20 négyzetméter alatti és 20 millió forintnál kevesebb árért megvásárolható mai újszerű lakás. Minden igényt kielégít, egy kellemes élettér, maga a nappali, egy élhető, jól kialakítható konyhát látunk benne, és egy nagyon kedves kis fürdőszobát. 2013 óta elindult egy árnövekedés. Ez az árnövekedés azt hozta magával, hogy az utóbbi években olyan magas lett az árszint, hogy az embereknek szüksége volt, igénye volt arra, hogy legyen egy olcsóbb lakás. Ezt hogyan lehet megoldani? Egyszerűen kialakultak a minigarzonok. Korábban is volt ez, csak nem volt rá kereslet. A belvárosban egy ilyen lakást másként is lehet hasznosítani. Szobáztatni, kiadni, és sokkal jobb megtérüléssel. Éppen ezért ott milliós négyzetméter ára van, akár a 2 milliót is elérheti egy ilyen minigarzonnak a négyzetméter ára. Azért nagyon jó befektetés egy ilyen lakás, mert a bérlők nem igazán azt nézik, hogy mennyire tökéletes. Nekik sokkal fontosabb, hogy kicsi legyen a rezsi, olcsón fenntartható legyen. A trend tehát azt mutatja, hogy a kisebb területű lakás lesz az ingatlanpiac meghatározó irányvonala a közeljövőben. A mini terület maximalizálásában viszont egyértelműen az ázsiaiak járnak élen. Japánban például már régóta működnek úgynevezett kapszulahotelek, ahol a szállodai szoba csak egy 2 méterszer 1,5 méteres fülke. Arrafelé sokan igazán mini lakásokban élnek, melyek valójában aprócska fa konténerek. Egy ilyen összterülete mindössze 2 négyzetméter. Ha ennyire aprók nem is, de egészen kicsi lakások Magyarországon is akadnak. Van egy réteg, akiket ez kifejezetten vonz. És Budapesten nem igazán van másik hasonló. Nagyon jók a visszajelzések, a vélemények is, és elégedettek, és sok esetben mondják, hogy belépnek, és sokkal nagyobb, mint gondoltak, és leülnek ide, és rájönnek, hogy mennyire kényelmes, mennyire praktikusan használható minden. A legnehezebb az volt, hogy egy nem is teljesen szabályos alakú icipici helyből, amit nem lehet galériázni a belmagasság miatt, kialakítsunk egy mégis használható teret, amiben elfogadható méretű a zuhanyzó, a konyha is használható, és mindezek mellett a hosszanti oldalon még maradjon hely egy kanapénak is, mert a másik irányba nincs annyi hely, hogy egy felnőtt ember végig tudjon feküdni, tehát muszáj volt, hogy itt legyen széltében a kanapé. És akkor ez így centire sikerült. Nem csak a pályakezdők választják ezeket a lakásokat, hanem van az a korosztály, aki esetleg már nyugdíjas, nem szeretné a napjait a lakás takarításával tölteni, szüksége van egy komfortos helyre, ahol élhet, és az idősebb korosztály is szívesen választja az ilyen lakásokat. Attól tudnak ezek a kis lakások nagyon jól működni, hogy nagyon át vannak gondolva előre a használhatóság szempontjából, és tulajdonképpen mindennek megvan a helye. Minden jól működik, és komfortos, úgyhogy az ember észre sem veszi. És nem probléma onnantól kezdve az, hogy kicsi a négyzetméter.